Sziasztok! A mai videóban macOS-t frissítünk. Tartsatok velem! Én Gábor vagyok, ez itt a MacTech, nektek! Első pont, csatlakoztassátok a Mac-et töltőhöz. Igen, ez asztali gép esetén sem opcionális. Második pont, készítsetek biztonsági mentést Time Machine segítségével. Az aktuális verziót az Alma logó Mac névjegye alatt találjátok. A szoftverfrissítés menüpontot sokféleképpen el lehet érni, például rendszerbeállításokon keresztül, vagy az Alma logó rendszerbeállításokon keresztül. Vagy keresés funkcióval. A frissítés mostra kattintva és elfogadva a licenc feltételeket, a gép letölti, előkészíti, majd telepíti a frissítést. Eközben többször újraindul. Ha tetszett a videó, ne felejtsétek el lájkolni, iratkozzatok fel, és feküdjetek rá a csengőre is, nehogy lemaradjatok a soron következő videókról. Addig is, sziasztok!